A Kelenföldi erőmű 1914. júniusában kezdte meg a villamos energiatermelést Budapesten. A centenáriumi év alkalmából október végéig több alkalommal is lehetőségünk volt arra, hogy belépjünk az erőmű falai közé, megismeressük történetét és gépeit, berendezéseit. Az erőmű vezetői munkatársai méltó módon ünnepelték a centenáriumot. A számos rendezvény mellett nemzetközi konferenciákat is szerveztek, és egy időszakos kiállítással kedveskedtek az ipari emlékek és a technika hőskora iránt érdeklődő közönségnek. Április végétől nyitottuk meg az ebből az alkalomból eltervezett kiállítást, ami műszaki kiállítás, korabeli dokumentumok, korabeli tárgyak. Nagy segítséget kaptunk az Országos Műszaki Múzeumtól, akik a szintén ebből a korból náluk lévő eszközöket kölcsönadták, és gyakorlatilag április végétől október 31-ig, október végéig tudtuk itt fogadni ezen a kiállítási berendezett területen a regisztrált látogatókat, akik elsősorban a kerületből és az ipari érdeklődőkből álltak, de meglepő módon rendkívül nagy külföldi érdeklődés is lett nyáron, úgyhogy nagyon sok mérnök palánta, fotós, építész kollega akarta megnézni a most látható belső tereket és a csak most összegyűjtött kiállítási anyagot. Három konferenciát tartottunk itt, szélesebb körben. Ebből volt olyan, amit a francia EDF tulajdonosunk szervezésében itteni helyszínnel és külföldi résztvevőkkel, cégekkel kibővülve tudtunk szervezni. Próbáltunk széles körnek változatos programokat nyújtani. Nagyon megkapó volt például a nyílt napjainkon a sok gyermek, tehát fiatal korú, akik a berendezett tárgyakon, interaktív, főleg az interaktív részekben is nagy örömet találtak, és azt hiszem sikerült, és ez volt a célunk, hogy sikerüljön felkelteni az érdeklődést, hogy mi is az az erőművi technika, hogy működnek ezek a gépek, hogy lesz villany és távfűtés, például ebben a kerületben is. A 41 ezer lakást hőenergiával ellátó erőműben most kezdődik a nagyüzem, így a nagy érdeklődésre számot tartó centenáriumi kiállítás már nem látogatható. Jövőre azonban az erőmű vezetése úgy tervezi, hogy a nyári időszakban egy újabb időszakos kiállítással csábítja a Hengermalom úti erőműbe az érdeklődő közönséget.